A hazai pályán veretlen listavezető Meavc otthonában a házigazda 4 ponttal nyerte az első negyedet, a második 10 perc 7 ponttal a nyíregyháziak élett. A kék cápák többször is elléptek ellenfelüktől, de a miskolciak rendre felzárkóztak, így a záró negyednek döntetlen állásnál vágtak neki a csapatok. A mérkőzés hajrája izgalmasan alakult, a hazaiak néhány pontos előnyt szereztek, amelyből kettőt meg is őriztek, így végül a Meavc örülhetett a győzelemnek, a vendégek pedig negyedik vereségüket szenvedték el a bajnokságban. A mérkőzésen egészen jól kezdtünk, meg volt az előnyünk. Aztán jött egy hullámvölgy, amikor visszajöttek Hegára, de azt is túl tudtuk idealni a második félidő elejére, és újabb előnyt tudtunk kiharcolni. Ezután következett egy olyan periódus, amikor még erősebb és még agresszívabb lett a Miskolc védelm. Én úgy gondolom, hogy már-már a szabályokon túl is, tehát már szinte verekedésbe ment át az egész, amit a játékvezetők abszolút nem tudtak kontrollálni. Mi pedig fejbe ezt nem tudtuk úgy kellően feldolgozni, hogy higgadtak tudtunk volna maradni. Hát úgy gondolom, hogy benne volt a rengeteg hibánk, a kikényszerített, illetve a ki nem kényszerített hibánk, a rengeteg eladott labda, illetve fontos szituációban, ha hagytunk ki zicsereket, meg büntetőket. Siska János edző szerint csapatának nem kell szégyenkeznie a jóval rutinosabb ellenféltől elszenvedett két pontos vereség miatt. Olyan mérkőzés volt, amit elterveztünk, de hát kemény, agresszív védekezéssel, kicsit szétszólt játékkal, de és rutinos ellenfelekkel. Úgyhogy ez a két pont azért ez biztató, és tudunk mire építkezni. Az NB1B keleti csoportjának tabelláját a Meavc vezeti 8 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 7-2-es mutatóval álló Hódmezővásárhelyt. Az 5 győzelemmel és 4 vereséggel 7. helyen álló nyíregyháziak szombaton Hódmezővásárhelyen lépnek pályára.